Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit. A mai adásban egy nagyon különleges játékot fogtok látni. A Mortal Kombatról lesz szó, amit szerintem senkinek nem kell bemutatnom, hiszen egy elképesztően sikeres játéksorozat. Emberek milliói imádják, és ugye filmfeldolgozások is készültek belőle, hát több-kevesebb sikerrel, bár én az elsőt imádom. Ugye a Retro Gamerben is beszéltünk már Mortal Kombatról, Black Sheep-el közösen csináltunk egy Mortal Kombat maratont, ahol játszottunk az elsővel, a másodikkal, a harmadikkal és a negyedikkel. A trilógiát azt valamiért kihagytuk, ne kérdezzétek, hogy miért. És én voltam a legboldogabb, amikor megtudtam, hogy a Mortal Kombatból készült egy Atari-s feldolgozás is. Bizonyám, egy lelkes rajongó elkészítette a Mortal Kombat Atari-s változatát, és hát ahogy ezt meghallottam, azonnal végig kellett játszanom. Hát végigjátszani ugyan még nem tudtam, de eléggé részletesen megnéztem már magát a cuccot. Leírhatatlan élmény, tehát fantasztikus, tényleg a belemet kiröhögtem rajta, de jó értelemben. És gyakorlatilag fülig ért a szám, mert ugye az Atari-t is borzasztóan imádom, a Mortal Kombat-et is borzasztóan imádom, és amikor ezt a kettőt ötvözték, na gondoltam, hogy ezt nekem találták ki, és ezt mindenképpen meg szerettem volna ismertetni veletek is, úgyhogy nézzük is. Íme a fantasztikus főcímképernyő, hát ez komolyan mondom, eszméletlenül király, és a háttérben lévő zenére is kitérnék, hallgassátok csak! Bizony, ez a Mortal Kombat című film klasszikus főcímzenéje, vagyis hát annak egy kisebb részlete. Nagyon-nagyon poénos, mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy körülbelül egy percig, mert utána olyan érzés, mint hogyha egy dugóhúzóval próbálnák rendbehozni a füledet. Úgyhogy hát igazából csak egy gombot kell nyomnunk, és már kezdődik is a játék, ami valahogy így néz ki. Ezt a eléggé ilyen nithogos, pálcika emberes ninját irányítjuk, aki szerintem skorpió lehet, mivel ugye hát sárga színű. Menni tudunk, illetve ugrani, guggolni sajnos nem, illetve hát az akció gombra sem reagál. Úgyhogy egyébként ameddig eljutottam a játékba, nem is volt szükség semmiféle támadásra. És itt lebeg ez a láng, lebeg, hát föl alá járkál. Valahogy át kéne ugrani. Úgy! Meg is van. Igen, ez a szaltózás elég érdekesen néz ki. Gyakorlatilag, minthogyha skorpió hirtelen egy ilyen benarkózott iránytűvé változna. Jól meg van csinálva. Hát fordulni nem tud, ilyenkor lükverzbe kapcsol, hogyha hátrafelé nyomom. És tolatni kezd. Ja, tulajdonképpen a játékból, mint a Mortal Kombat alapvető stílusát, azt itt feláldozták a platformvilág oltárán, mert hogy igazából ez egy ugrálós platformjáték lett. Legalábbis addig, amíg én eljutottam, nem nagyon volt benne más. És hát ugye, mint látjátok, itt egy ilyen pitfall-szerű tematikát követ a program, mert különböző termeken kell áthaladni, ahol csapdák vannak, vagy egyszerűen csak szakadékok, vagy más egyéb finomságok, amiket skorpióval nekünk ki kell kerülni. És tovább jutni ugye az adott szinten. Visszamenni ugye nem lehet, tehát kénytelenek vagyunk átverekedni magunkat valahogy. Itt most éppen egy ilyen eltűnő és előtűnő szakadék van előttünk, amit megpróbálunk átugrani, hát ez nem sikerült, és ilyenkor egy ilyen nagyszerű animációval láthatjuk, ahogy lezuhan derék hősünk, majd kapjuk ezt a fantasztikus szöveget, Fatality, bizony. Azt az egyet sajnálom, hogy Shao Kahn hangja ilyenkor nem szólal meg ilyen Atari-s stílusban, mert az biztosan még megdobná a dolgot. Majd megint a főcímkép, és kezdhetjük előről. Igen, sajnos mindig előről kell kezdeni, bárhol halunk meg, úgyhogy ez eléggé nagy hiba. Itt az elején még nem, de később, amikor már bőven tovább jutottál ennél, akkor azért bosszantó tud lenni. Na hát valahogy csak összehozzuk, úgy! Jó! Sikerült. Na, itt pedig egy ilyen kötélen kell átverekednünk magunkat. Ó, jajajaj, skorpió, hát ne legyél már ilyen merev. Úgy, ni? Át is értünk. Ó, basszus, nem figyeltem! Jó van, Fatality. Hát, ja, mondjuk ez nem tudom mennyire Fatality, mikor hát nem más valaki ölt meg, hanem az én saját hülyeségem miatt patkoltam el, de mindegy. Menjünk, jó, ezt már csípőből megoldjuk. Szerintem ez nem lesz jó. Ájjájjájjájjáj, megint zanyáltam.
nagyszerű ez a véreffekt egyébként, tehát olyan szinten a trash meg a humorfaktor az olyan szinten van fölemelve ebbe a játékba, hogy az eszméletlen, tehát aki kreálta, az pontosan tudta, hogy mit szeretnének majd látni a játékosok. Mondjuk az egészben kicsit furcsa ez a platform világ, tehát nem arról van szó, nagyon poén és nagyon-nagyon respekt a készítőnek, de én nekem az volt a játék kipróbálása utáni első gondolatom, hogy talán mennyivel murisabb lett volna az, hogyha ilyen Atari-s grafikával megrajzolt Mortal Kombat figurákkal kell szétverni egymást. Itt meg már a Mortal Kombat Mythologies-ból ismert kloffoló, rögtön kettő is belőle. Nem nehéz egyébként elkerülni őket. Úgy, meg is van. Itt pedig egy ilyen szintén felbukkanó, illetve elbukkanó, ha egyáltalán van ilyen szó, platformot látunk. Hát ugye ki kell számolni a megfelelő időt. Most talán így van, és mehetünk is. Itt megint a tűzcsóva, de hát ezt már ismerjük. Aztán megint a kedvencünk, a előtűnő szakadék. Mindjárt meg is oldom. Áj, szerintem ezt el... Já, jó vagy, oké, sikerült. Mini platformok. Jó. Áj, na basszus, hát erről beszélek, hogy egy picikét oldalra mentem és lezuhantam, és emiatt kezdhetem tök elejéről a játékot. Ha nem baj, gyorsan odaérek, ahol meghaltam az előbb. Oké, jó. Állj a fenébe! Igen, szóval azért annyira nem könnyű ám, mint ami ennek így elsőre tűnik, de igazából nem is lényeges, mert tulajdonképpen ez egy olyan játék, amit nem is effektíve a játék élmény miatt játszol, hanem azért, mert egyszerűen öröm ránézni, tehát ha valaki abban az időben volt kisgyerek, amikor a Mortal Kombat nagyon hódított, akkor ezt látva egy ilyen nosztalgikus öröm fogja majd el, és ez elképesztően jó érzés tud lenni. Ajaj, megint a kloffolók. Egyszerre mindkettő nem lehetne átszaladni, nem mi? Azt még Skorpiónak se. Ahogy nem tudom, a Skorpió-e, szerintem ő. Oké. Okay. Aj a fenében! Jó van, valahogy csak megoldom. Jó. És már mennyivel jobb, mint a Mortal Kombat Mythologies, ugye? Jó, mondjuk tudom, ez nem egy olyan hú, de nagyon nagy szint, tehát a legtöbb játékról ez elmondható, de értitek a lényeget. Oké, okay. Átindázzuk magunkat. Itt végig, rendben. Jó. Oké, okay, na. Köcsök platformos, nem fogsz ki rajtam. Hú, jól van. Oké, itt a láng. Aj, megint ez. Általában ez a pálya szivat meg, vagy ez a pálya rész. Oké. Na most elindul... Ah, fenébe, túl hamar indultam el. Ajjajjajjajjaj. Azért egy checkpointot rakhattak volna néhány helyre. Jól van. Hú. Hát az ott lazán megáll egy lábon. Bár hát Skorpiónak ez, hagyjad már, hát eltűnő szakadékokat eszik reggelire. Csak épp átugrani nem sikerült. Ja, szóval muszáj próbálkozni. Oké, hát ez már rutinosan, ezzel semmi gond. Ha ezen itt átjutok, akkor annyira nem is lesz gond a későbbi részeken, legalábbis egy darabig. Mert ezeket itt, látjátok, nem olyan nagy, na, hogyha mondjuk el tudnám kapni azt a retkes kötelet. Na, gyerünk már a fenébe, hát ezt nem hiszem el. Azt mondjuk meg kell hagyni, hogy ha már Skorpióval vagyok, akkor olyan szívesen meghallgatnék egy ilyen Get Over Here-t, ilyen Atari-s hangeffekttel. Az biztosan minden pénzt megér. Jó, kloffolók, ez nem jelent problémát. Oké, ja, gyorsan, a fenébe, hogy elrontom, mert egy millimikromnyival később ugrok. Hát igen, ki kell centízni, de hát... Basszus, a Mortal Kombat Mythologies-ban meg tudtam csinálni az első pályát, meg a másodikat is majdnem, hát... Ez nem jelentett problémát. Úgy! Oké. Okay. Jó van, kötél, gyere. Amúgy az, hogy hol vagyok én most konkrétan, azt ne kérdezzétek, mert... ötletem sincsen. Hoppá, majdnem rossz ütemben ugrottam. Egy ilyen... rozsdás...
akteleki cseppkő barlangnak néz ki. Jól van, oké, sikerült. Oké, tűzgolyó, ez nem gond. Már megint ez. Na most... Jól van, oké. Mini platform. Azt hiszem itt haltam meg. Még a bemutató elején, és ennél tovább még nem jutottam. Aha, tehát itt ugye megint a kötél, és igen, egy idő után leginkább ismétlődnek a pályarészek. Mindig változik egy picikét az elrendezés, ugye itt megint az eltűnő platform, talán egy kicsikét gyorsabban, mint az imént, az én hatalmas nagy örömömre, de azért megcsináltam. Itt megint a mini kis kiszögellések. Szóval látjátok, hogy igazából annyira nagyon-nagyon nem vitték ezt túlzásba, itt megint a kloffolók. Eddig szerintem még el se jutottam, sose. Jól van, most nem kéne meghalni. Oké. Igen, itt megint a láng... Igen, hát van egy olyan érzésem, hogy ez nagyon-nagyon már nem is fog változni. Ho-ho! Vagy mégis? Az ott mi lehet? You have reached Earth Realm. Flawless Victory. Ó, hát sikerült végigvinnem. Na nem már. Tehát akkor ez a játék vége, hogy eléred azt a kis szikrázó, vibráló, kék botot, ami igazából egy helyben áll, de hát az ember fantáziája az ösztönösen szikrálva látja, és megkapod azt a szöveget, hogy elértél a Föld birodalmába, és hibátlan győzelem. Jó, ezzel ki tudok békülni. Szóval iszonyatosan nagy poén ez az egész cucc. Mindenképpen érdemes kipróbálni annak, aki szeret retrózni, és egy nőszintét akar mosolyogni a látottakon, mert higgyétek el, ez a kis program eléri, na még itt a végén búcsúzóul megdöglök, úgyhogy én azt mondom, hogy akinek megtetszett, bátran próbálja ki, Atari emulátor szükséges hozzá, de hát ezt nagyon-nagyon könnyű beszerezni, úgyhogy köszönöm szépen az élményt, sziasztok!